Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntelek benneteket, iszonyatos hangzavar van, de ne törődjetek vele, hát ha hallotok, én egyre nem hallom, hogy hallotok, de reménykedem benne. Itt vagyunk az M3 autóparkban, és egy Skoda Fabiát fogunk megnézni, 2010-es, mint látjátok, ugye fehér színű ötajtós darab, nagyon kevés kilométer futott, és egy karbantartott darab, ennek több helyen nyoma van, mármint a karbantartásnak, nem csak kívülről, belülről, hanem papírformailag is van egy-két jó dolog hozzá. Itt van velem Peti Feri és Concerto, és a Skodánk, ami ugye 1.4-es TDI motorra dolgozgat, és ez egy ilyen 5 liter külli fogyasztással megelégedő járgány, nagyon baráti a fogyasztása, és mint látjátok, Péter Aladár 555-ös rendszámmal van forgalomban ez a járgány, itt is van, meg ott is látjátok a rendszámot. Az alvásszámát is meg tudjuk lesni, méghozzá innen az üvegről, üvegen belülről, ezen a kis adattáblán láthatjuk ezt. A lámpái szépen világítanak, egészségesen dolgozik a motorja, amit majd innen is meg fogunk nézni. Most cserélték nemrég a vezérlést, majd mindjárt megmutatom nektek a pontos kilométeróra állást és időpontot. Az aksi teljesen rendben van, a kuplungja, mint a vaj, a fagyálló folyadék megfelelő szinten és megfelelő színben, megfelelő fagyásponttal rendelkezik, úgyhogy azzal nektek nem kell foglalkozni. Az olajcseréje is most volt neki, és ugye ezen kívül még váltóolajat is cseréltek benne, tehát tényleg egy karbantartott jó kis kocsi. Gyári zöld az üvegezése, sötét zöld, B-oszloptól hátrafelé kapott egy fóliázást, itt látjátok, ez jóval sötétebb. Nagyon jó állapotú téli gumiszett van az autón, azt sem kell mennetek biztosan, és ezek ilyen szép kis Skoda jellel ellátott dísztárcsákkal vannak szerelve. Sokan nagyon szeretik a Skodát, mert nagyon jó pakolhatós autó, rettentő nagy csomagtere van, ahhoz képest, hogy ugye nem egy nagy autó ránézés, de végülis mégiscsak itt sok minden elfér benne, kivehető kalaptartó, dönthető ülések, és alá lesve pedig eredeti gyári méretű pótkerék van rajta, tehát felszerelhető méretben. Itt látjátok az adat tábla matricácskáját, és ezen kívül tényleg nagyon szép, tisztán is leverve a hátulja, megvan mindene, tartja a rugó, világít a lámpicska hátul, mind a rendszámtábla, mind pedig a parklámpa. Persze menni is fogunk vele, ahogy szoktuk mindig, minden esetben egy rövid kört fogunk vele tenni itt a kereskedésben, tehát belülről így néz ki a dolog, és így. Nagyon szép tiszta a belseje, izofixes ülések, fejtámlák a helyükön, benne vannak, teljesen cigimentes és egy kellemes, normális autó illat van ebben a járgányban, tehát nem kutyát, nem macskát, nem hullát, egyebeket vittek benne, hanem egy tényleg egy szép és rendben tartott kocsi. Na nézzük még, mi van itt. Automata ablakok. Azt hiszem mind a kettő így cselekszik, íme, tehát nincs három kezem, csak kettő összesen, úgyhogy ez végig automata funkciós mind a kettő oldal. Állítható magasságú ez a szép kis ülés, ami ugye nincs kiülve, és ugye oldal légzsákos is. Az autónkban tempomat van, íme. Összességében 5,6-ot mutat most ugye a kompjútere, onnan tudom ezt nyomkodni. Egy, né, 5,7 km futású, megvan a két gyári kulcsa az autónknak, és egy szép kis kormány van előttem, ami ugye szervó és ugye állítható magassága rendelkezik, méghozzá 4 irányban lehet állítgatni. De kihagytam valamit, még mielőtt elfelejteném. Azt mondja, hogy olajcsere 23.7.12-én, ugye óraállás 172.555 kilométernél, azt írják, hogy gyere vissza jövő évbe, 182-nél, és itt van a vezérlés cseréhez. Ugyanakkor történt, amikor az olajcseréje, ezt is ide írt a szaki, és a kilométer óra állást is ugye ráírták. De ezt még tudjuk mással is megfűszerezni, méghozzá itt van mellettem a stábunk, és itt a szervizkönyve, itt ugyanazokat a paramétereket látjátok, tehát ez egy Skoda Fabia TD Ambiance nevezetű 59 kW-os, azaz 80 lóerős, 1.422 köbcentis dízel ketyere dolgozik benne. Na és akkor itt van a
Az olajcseréről azt mondta, hogy levegőszűrő, olajszűrő, pollenfilter, minden, ez egy bárdi számla ugye, az ügyfél, amikor vagy a szerelő megvette hozzá dolgokat, és itt van egy váltóolajcsere is, ami szintén ugyanebből az időszakból, tehát 23.7.18-án történt. Műszaki adatlapja pedig szintén ugye nem olyan régen vizsgázott, mert hogy ugye 25.6-22-ig jó a műszaki vizsgája az autónak, tehát hát mondjuk rá egy jó másfél év műszaki vizsgája van. Egyéb iránt megvan a gépkönyve, szervizkönyve, minden itt van előttem. Köszönjük a srácoknak. És akkor nézzük még, mit tudok mutatni nektek. Ugye 5-ös a váltója, van benne centrálzár, egy jó kis rádió, ami AUX és USB csatlakozós pályanyér. Rendben szól. Van benne egy automata klíma, de most nekünk nem kell klímáznunk, hanem nekünk az kell, hogy jó meleg jöjjön ide. Kicsit gurulunk akkor vele. Mindjárt bekapcsolom magam. Ennek van ilyen jó illata különben. Ezek szerint ez a jó fajta. Jó, bekapcsoltam magam. Azt mondja, hogy leállítjuk. 176, 7:21 óraállásunk van. És akkor elforgatjuk a kulcsot. 6 fok van kint. És így ketyerészik már a motor rögtön. Egy kis zöld színű háttérfénnyel, fehér színű mutatókkal. Amúgy tényleg nagyon szép a kormánya, ide nézzetek. Gyönyörű, hibátlan kis kromdíszítés, kodajel benne, és tényleg egy jó kis kocsi, tényleg jól felszerelt darab. Elektromos tükrök jobbra-balra, amit még itt felfedeztem. Szemüvegtartó és zöld lámpa. Aha, ez is a felszereltség része. Nem megyünk sokat vele, csak a szokásos rövid körünket. Én azt gondolom, hogy érdemes eljönnötök, mert ez egy jó állapotban lévő karbantartott, frissen karbantartott autó, téli gumikkal, friss műszakival. Tényleg csak autózni kell vele, tankolni, abból is csak ugye keveset. Megint elmondom, és el szoktam mondani, minden Skodába, amelyikbe ültem, vagy puha kuplunkban, nagyon könnyű, pontos váltó, ez is olyan. Nem kopog, nem zörög, a futóművel tökéletesen rendben, és egyenesen is áll a kormányunk. Nagyon jó világít a lámpája, ilyen projektoros lámpája van. Kicsit most meghúzattam. Jól megy. És a fék is jó, szuper, bólintok itt lefelé, úgyhogy én mindenkinek nyugodtan ajánlom, bátran gyertek el, ide beteszem, itt van egy üres luk, úgyhogy oda fogom betenni a kocsit, gyertek be hozzánk ugye az M3 autóparkba, Budapesten vagyunk a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban, itt van mellettünk az M3-as autópálya, nem fogjátok eltéveszteni, hogy hova kell jönni, legyen továbbra egy szép napotok mindenkinek. Hatalmas üdvözlet, iratkozzatok fel, és nyomjátok meg ezt a jelet, a viszontlátásra.